A nagy érdeklődést kiváltó könyvbemutatót Nikovics Oszkár belgrádi magyar nagykövet és Varga Haszonics Zoltán nagykövetségi tanácsos is megtisztelték jelenlétükkel. A könyv a Járeki táborban áldozatul esett magyarok eddig legteljesebb listáját is tartalmazza, valamint a német, magyar és vegyes házasságokból származó csecsemő áldozatokét is. Ezen kívül fényderül a háború vég és az azt követő partizán terrorról és az áldozatokra vonatkozó nem egyszer meghamisított adatokról. Ez egy olyan súlyos trauma a nemzetünknek, a délvidéki magyarságnak az életében, amelyet mindenféleképpen fel kell tárni, tisztázni kell, és hát azoktól a történelmi traumáktól, azoktól a tudat alá szorított bennünket nyomasztó gondoktól és kisebb önösségi komplexusoktól csak úgy tudunk megszabadulni, ha teljes fényében és minden oldaláról bemutatjuk mindazt, ami 44-45-ben történt. Ezen a téren még nagyon sokat tennivaló. A gondviselés vagy a véletlen, ahogy akarjuk, úgy hozta, hogy 2 évvel ezelőtt végül is előkerültek az addig rejtegetett vagy addig titkolt halotti anyakönyvek is Járekon, és hát az addig ismeretlen, hát legvaskosabb kötetet végül is a véletlen folytán én találhattam meg.